Sziasztok, én Dávid vagyok, ez pedig ismét a Megálló. Cigány vagy roma? Ez a mai témánk. Lássunk neki! Hogy mondjátok, cigány vagy roma? Hát cigány, az vagyok, öcsi. De iszlám kérdést, cigány. Miért? Hát mert én is az vagyok, öcsi. Úgy mondjuk, ahogy akarjuk. Így van, meg amúgy meg minden nap van rollerom. Figyelj ide, bátya, három ér a tiéd. Három ér a tiéd itt is most. Te hogy mondod, cigány vagy roma? Cigány. Szerintem mind a kettő helyes. Cigány vagy roma, te hogy használod? Társaságban vagy emberek között? Roma. Roma. Tévében hallottam, hogy szerintem ez így egy kicsit kultúráltabb. Romák vagyunk. Azért, mert leszármazottaink azok külségiek már. Roma. Miért? Közben mondom, cigány is. Miért? Hát azért, mert bunkók. Miért? Azért, mert akarják uralni ezt a Népszínház utcát. Baráti körökben kimondjuk, amit nem szabadna kimondani, alapvetően pedig, ha meg velük beszélgetünk, akkor meg nem merjük. A roma, nekünk ez a szokás. Ti mondhatjátok, hogy cigány. 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 Úgy mondom én, hogy cigány vagyok. Roma. Miért? Nem ilyen lelkezelő, nem olyan, mint a nem olyan, mint a nigger vagy feka, hanem arra, hogy... Jó, van itt egy kis játékunk. Festeni kéne valamit erre a papírra. Megkérhetlek egy valamit, bármilyen kis dolgot. A Michelangelo is festett valamit, de az legalább hasonlított valamire, mert ez, hát én nem tudom, hogy mi ez. Ennyi a kreatív érzése az embereknek. És megkérdezlek, hogy fess akkor valamit te is? Nem, még véletlen sem. Megmondom magának, hogy anno vett apám egy, na, akkor is festett. Na. És ez mit ábrázol? Én szerintem két fókára gondoltam, aki úszik ott a vízbe. Egy kicsit kiigazoltam. Nyugodtan, persze. Így. Ah, igen. Így már tényleg fókás. Így már fókásan néz ki. Tehát itt van a feje. Nem akartam bele... Tehát ilyen. Oroszlán fóka. Itt a szája, ez a párja, aki úszik mögötte. Ennyi. Tök jó lehet, köszönjük szépen. Viszontlátásra. Jó napot, elnézést, a Népszínház TV-t vagyunk. Megkérdezhetünk öntől valamit? Például mit? Hogy ön hogy mondja? Mit ettem ma? Nem az, de azt is elmondhatja. Mit evett ma? Víslit kolbászol. Ó. Miért pont ezt? Leadjuk. Fested egy cigány. Jó. De miért nincs barna, vagy ilyen fekete? A cigányoknak van fuchs a nyakukba. Aranyóra. De volt azért, mert ott diákmunkázok, szóval szeretem. Hát az pedig egy cigány. Visszatérek a dologra. Én csináltam egy fókát, meg kettőt. Ez az emberke itten belerondított, de mindegy. Én arra akartam utalni, itt van két oroszlán fóka, vagy mit tudom én, micsoda, hogy véljük itt a környezetet, és hátha kifolyó példányokat meg tudnánk menteni. Ez a globális felmelegedéses trutyi mutyival megölik. Ugyanúgy, mint a jeges macikat, festettem volna egy mazit is, mindegy. Lány, erről megismeritek aput majd, aput. Aput. Aput.
Na, eltoljuk a rollert, azt is videót. Sziasztok, köszi. Te hogy mondod, cigány vagy roma? Cigánynak. Hát az ugyanazt jelenti. Cigány vagy roma? Mocsos cigány. Tessék? Mocsos cigány. Igen, miért? Mi, mi volt? Nézze, ha a vörösmalti vén cigány van, akkor nem mondhatom azt, hogy a vén roma, ugye? Én, de cigányozok is, meg romázok is. Lengyel zsidó vagyok, és hol lát cigány? A roma az azt jelenti, hogy cigány, hogyha lefordítjuk magyarra. A magyarról, hogyha azt mondjuk, hogy roma, akkor cigányról mondjuk, hogy cigány. Vannak olyan roma polgártársaink, akik kifejezetten nem szeretik a cigány szót, meg így az etimológiája se túl szép. A világ az volt a cigány, nem roma, ez már csak utána jött. Cigány. Cigány. És miért? Hát, mert én is az vagyok. Roma. De amúgy cigány, mert mi azok vagyunk. A cigány ez egy kicsit olyan tragikusan hangzik. Szerintem mindenkinek ugyanaz a vére, vérbe, van vére, van gerince. Mondjuk ezt nem mindenkiről tudnám elmondani, a miniszterelnökünk le mondjuk, ne haragudjanak. Akkor csontozat, bércsoport, ennyi. A roma az kétértelmű. Városra is lehet értelmezni, meg cigányokra is lehet értelmezni. Te hogy mondod, cigány vagy roma? Cigány. Miért? Hát sajnos. Mesetét bőrű. Én nem szeretek senkit lecigányozni, meg leromázni se. Cigányban az a baj, hogy már annyira lenézik az embert, hogy hajléktalanok egyben nézik. Tehát, hogy csövesek, koszosok, pedig nem. Ha cigányokkal vagyok, akkor úgy mondom, hogy cigány, mert ők azt preferálják legtöbben. Nem tudom, nálunk mindenki lecigányoz, mindenkit, aki cigány. De amúgy el vagyok, mint roma, és jó érzem magam benne. Mert a kormány igenis ad intenzitást tudatot, hogy igenis legyél roma, és büszke roma legyél. Ti hogy mondjátok, cigány vagy roma? Roma. Nem hisz cigány. Miért roma? Hát mert a cigányoknál olyan a cigányozás, mint a feketéknél a négerezés. Te hogy mondod, cigány vagy roma? Faszokó. Cigány vagy román, csak barátom legyen, az a lény. Még annyit kérhetek, hogy fess ide valamit? Fessek ide valamit? Aha. Hihetetlen, ez már az ötödik napocska. Köszi, ez egy T, vagy egy kereszt? Ez egy kereszt. Miért pont kereszt? Nem, mert keresztények vagyunk, meg vagyunk térve, úgyhogy előttem eszem. Egy pénisz? Ha? Miért pont ezt? Miért ne? Jó, akkor te is kérlek valamit fess ide. Köszönjük szépen! Három hetet, forta a gyerek, a szanaszét forcolt a bazének izraeli látó, hogy most vagy izraeli motivum akart lenni. Ez micsoda? Matrac. Miért van matrac? Az a fő profilom. Jó nagy faj volt, ez egy 80 motoros. Az 1%-át használja valójában. Ez a szára, van benne magyar, ez meg egy galamb, jó? Kéne valamit ráfesteni. Tessék? Még kéne valamit ráfesteni. Még kéne valamit ráfesteni. Ugye? Ez. Hozzá tudsz járulni esetleg? Egy nagy pasztra! Rajzolok. Csak nyugodtan. Na! Valakinek ezzel üzenek, és tudom, hogy kinek. Németországban lányomnak. No. Kertész Eszmerádának. Ezt üzenjék meg. És ezt a rajzot, ezt az egyet mutassák meg neki. Reméljük, látni fogja. Remélem.
azt is remélem, vissza fog jönni Németországból. Mert 15 éves lány, és várom hozzá, azt üzenem. Mert az anyja vagyok, és nagyon szeretem. Reméljük visszajön. Hát, hogyha ez... Tényleg a tévé fog menni, és eljutassák Németországba ezt, akkor én leszek a legboldogabb anyja. Mert akkor az Isten megadja ezt nekem. Tudom, hogy az Isten megadja nekem ezt. Tudom, lányomat meg fogom látni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Minden jót. Ez mit ábrázol? De egy cicák, de inkább kutyás vagyok. Sacika 13 éves, velem van, párom most halt meg egy éve, és ketten vagyunk. Ő a rock jelképe, a Black Sabbath. Transformersnek a pináját kinyalod. Fekete szív. Köszi szépen, és ez mit ábrázol? Ez? Gyászolom a népeket. Azért, hogy ilyen pusztulatos emberek sajnos. Aha. Igazából csak ennyit. Köszönjük szépen. Szeretnél egy zenét kérni esetleg? Igen, szeretnék kérni egy zenét. Az összes börtönben lévő embernek küldöm, és meg a húgomnak küldöm a Gabitól, a hozzám tartozol. Ördög és az Isten keveréke. Az egész világ egy nagy ördögi világ. Túl népesedés van. Ördögük műve, hogy legyen kit levinni a pokolba. Hogyha úgy van. Tovább jókat. Viszlát, viszlát. Elkészült hát a festmény. Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett a megalkotásában. Jöjjön a sztár vendégrovat. Mai sztár vendégünk nem más, mint Mennyhár Tamás, azaz Menyus, aki egy festő képzőművész, és nemrég nyílt egy műhelye itt a Népszáz utcában. Gyertek és nézzük meg! Hogy érzed magad itt a Népszáz utcában? Népszázat imádom. 7-8 évvel ezelőtt, mikor azt mondták, hogy Népszáz, én ide nem mertem jönni, érted? Életemben nem volt ilyen jó műtermem. Én nagyon szeretem, amikor itt fekszek, és átmegy rajtam a villamos, azt érzem, tudod. Egyedül Budapesten vannak itt olyan utcák, hogy így több felől jönnek mások, szélesebbek, nem úgy, mint a többi budapesti utca. Megnyílt a Zsír, ahol a legjobb barátaim gyülekeznek, mindig élő zene van. Soha nem volt ilyen otthon érzetem, mint itt, tehát köszönöm a zöldség, és a 100 éves Szabó bácsi ismeritek. Jean Reno a 15. században. Ez egy ilyen mantra saroknak volt a része, aztán nem lett belőle semmi. Külön vagyok a művészeti elittől, mindentől, ebből élek. Ez se drága. Menyusnak Kondortól, Kondor Bélától nekem ajándék. Ami lehetetlen persze, de érted? Csak ilyet vállalok el, amit úgy érzek, hogy éterét. Annyira kielégít most ez a nyugalom, ez a nincs állandó félelem, hogy mikor üt le egy üveggel a csajod, érted? Ez a felső keresztfája Jézusnak. 57 vagyok, van két gyerekem, legszebb nőim voltam. Na milyen? Wow. Na így jobb, nem? Ebben az évben volt már egy milliómos, meg egy zilliárdos támogatóm. Annak az a címe, hogy 2 éve nem csajozok. Más-más lelkiállapotú embereket szólaltattok meg. Gyerekrajzszerű nekem, de hatalmas pszichológiai mondani valóval. Nem csajozok, nem csajozhatok. Volt dolgom ilyen pszichiátriai ügyekkel, így a volt kapcsolatom révén, tehát 30 millió mellett alszom minden nap. Ezek a boszorkánykörök. Tehát valójában 2 évig ki sem mozdultam a kerületekből. Azt látom, hogy nincsen forradalom,
ilyen nyugodtnak tűnik, minden annak ellenére, hogy teljesen máshogy néz ki a Népszínház utca. Ez a jövő szerintem, hogy ilyen kis közösségek, akik a maguk életét csak így élik, összművészeti dolgokról beszélek. Azt mondtátok, hogy rárajzolható. Nem? Persze. Én egy őrző agyont fogok felrajzolni. Talán kész is. Ez egy szeráf. Népszínház utcai őrző szeráf. Vagyis én. Köszi Mennyus, hogy eljöttél, és nektek is köszönjük a figyelmet. Jövő héten is lesz megálló. Addig is. Sziasztok! Király, egy kis reklám nekem is.